Józsefektől a 6. versszakig fogom felolvasni az Istennek a beszédét. Azt mondja itt Isten igéje: nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai. Nagyon jó Pál apostol, tehát magyarán azt mondja, hogy akarom, hogy tudjátok. Tehát akarja, hogy tudjuk. Nem akarja, hogy ne tudjuk. Hogy a mi atyáink mindnyájan felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. És mindnyájan egy szellemi eledelt ettek, és mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket. Ez a kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhultak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek. Amen. Tehát idáig olvasom fel, és innen szeretném magyarázni az Istennek a beszédét visszafele haladva. Tehát, hogy nézzük meg, hogy miről szól a vízkeresség, és biztos vagyok benne, hogy ti is, akik már ezen átmentetek, ez is egy megerősítő lesz az életetekben. Azt mondja itt Pál apostol a 6. versszakban, hogy példák lettek. Tehát amit itt előtte elmondott az első 5 versszakban, ez a gyülekezetnek az előképe, ami történt, és ebben az előképben azt mondja, hogy példák lettek, ami eredetiben azt jelenti, hogy modell. Tehát először ahhoz, hogy például egy tömeggyártásra sor kerüljön, ahhoz először egy modellt építenek az emberek, és a modell után jön a gyártás, tehát amit előállítanak az emberek. És ezért nekünk így kell olvasni a Bibliát, hogy amik ott le vannak írva, ami Izrael népével történt, ez egy modell, tehát különböző szellemi, meg mindenféle okozati következések, és amik történtek, ezeket át lehet a mi életünkre is konvertálni. Tehát azt értem rajta, hogy olvassuk, mert vannak keresztények, már ezt is hangsúlyozni kell, mert vannak keresztények, akik azt mondják, hogy ők nem olvassák az Ószövetséget, mert az az Ószövetség. De Pál apostol azt mondja, hogy azok példák lettek nekünk. Tehát ez azt jelenti, hogy kapcsolatban áll az a történet, ami ott történt, mi velünk, és hatás, tehát nem az, hogy hatás, hanem abból megérthetünk egy csomó mindent, ami az életünkbe, a sorsunkba, vagy a különböző dolgokba hat az életünkre. Ez jelenti azt, hogy példák lettek, modell, a lényeg benne van ezekbe a történetekbe, hogy mi tanuljunk belőle, kerüljünk ki dolgokat, mert itt is azt olvassuk, hogy megkeresztelkedtek ezek az emberek, úgymond megkeresztelkedtek, de utána mégis azt mondja Isten igéje, hogy nem kedvelte őket az Isten, és nemhogy nem kedvelte, hanem elhullottak a holttesteik a pusztában. Ez Isten félelemre is ad okot nekünk, viszont meg kell látnunk és fel kell fedeznünk ebből a történetből, hogy mi az. Tehát mit kell nekünk elkerülni, hol vannak buktatók az emberi életben, és hol tudjuk kikerülni a sátánnak a ravasságait, trükkjeit, mert ott van benne minden. Na nézzük, 5., ugye mondtam, hogy visszafele haladok, ugye a 6. versszak az azt mondja, hogy példák lettek nekünk. Tüposzok görögül, ugye a modell, lenyomat lettek,
és ebből tudunk mi is tanulni egy csomó mindent. Na nézzük, 5. verszak. De azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Fú, ez nagyon, nagyon, az Úr adjon kegyelmet, hogy ilyen velünk ne történjen, hogy a hívő életünk során elveszítjük a célt, és útközben ott maradunk, és nem foglaljuk el az ígéretet, az ígéreteket, hanem ott maradunk közben, és elhullunk közben. Tehát nézzétek meg, mit mond Júdás apostol a levelében, ugyanezzel a történettel összefüggésben. Azt mondja, 3. verszaktól olvasom Isten igéjét: szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, tehát látod, Júdás apostol egy olyan valamit akart írni, hogy most fú, el akarja magyarázni a hívőknek, hogy akkor hogy is vannak a dolgok az üdvösséggel, hogy tudják gyakorolni az üdvösségbe, a megváltásba vetett hitüket, hogy tud áttörés jönni az életükbe, hogy tudják átvenni a megváltásnak az áldásait. De mégis azt mondja a Júdás apostol, hogy minden igyekezettel ezen volt, amikor neki állt a levelet írni, de amikor oda eljutott, hogy leírja a levelét, mégis azt mondja, hogy kénytelen vagyok intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért. Tehát, hogy harc, van egy harca a hitnek, hogy nem dőlhetünk hátra, és nem mondhatjuk azt, hát mi hiszünk. És akkor tessék, itt vagyunk Isten, és passzívan várjuk, hogy valami történjen velünk, valami jó. Figyeljetek ide, ha mindig ugyanúgy csinálsz valamit, akkor nem várhatod el, hogy valami más jöjjön ki eredményül. Értitek? Tehát ha mindig egyet meg egyet összeadsz, és hiába te hiszed, hogy egyszer 3 lesz belőle, meg 4 vagy 5, az mindig, ha egyet meg egyet összeadsz, az mindig 2 lesz. És vannak keresztények, akik nem így gondolkodnak, hanem azt hiszik, hogy ugyanúgy csinálnak mindent az életükbe, és nem változtatnak semmit, és van bennük egy hit, hogy mégis más lesz majd. Miért lenne más? Hiszen ha évekig, nézd meg a vérfolyásos asszonynak a történetét, ha évekig kereste ugyanazokat az orvosokat, az eredmény ugyanaz lett, vagy még rosszabb. De nem volt változás. A keresztényeknek meg kell tanulniuk azt, hogy ki kell mozdulniuk a komfortzónájukból. Mindig akkor történtek a változások az ember életében, a gyógyulások, a szabadulások, az áttörések, amikor valamit másképp csinált az ember. Ameddig ugyanazt csinálta, addig ugyanaz volt az eredmény. De ugye mi halljuk az Isten igéjét, hallgatjuk az Isten igéjét, és mi azt gondoljuk, hogy mindent ugyanúgy csinálok, de majd jönni fog a változás. De hát ez nem így működik. Nézzétek meg, hogy a vakembernek kiabálnia kellett. Abba kellett hagynia azt, amit addig csinált, amit ugyanúgy szokott csinálni, mint előtte, mert Jézus, ha elmegy ott, akkor másképp kell valamit csinálnom. A kananeus asszony egész nap kiabált. Valamit másképpen kellett csinálnia, mint amit szokott általában, hogy áttörés jöjjön az életébe. Ugyanígy van a százados, amikor azt mondja Jézus, hogy elmegyek a házadhoz, és meggyógyítom a szolgádat, ő valami szokatlan csinált. Te mondanád Jézusnak azt, hogy Jézus, ne gyere haza hozzám. Inkább csak mondd. Hogy valami, érted, kimozdult a komfortzónából. Sok keresztény azt mondja, majd a pásztor idejön, vagy a gyülekezet vezető, vagy egy felkent ember idejön, akkor meg fog változni a helyzetem, rám teszi a kezét, meg fog változni a helyzetem.
meg fogok gyógyulni, ez lesz, az lesz, amaz lesz. De nézd meg, hogy a különlegessége a századosnak az ott, mondjad Jézus. Hogy csak mondd ki a szádon keresztül, és változások lesznek. Értitek, hogy másképp kell az embernek gondolkodni, beszélni, akikről olvasunk végig a Bibliában, ezek az emberek végig másképp csináltak valamit, mint amit a tömeg csinált. Nem? És mi felnézzük rájuk, és azt mondjuk, ezek a hit emberei, és nekik működtek a dolgok. De várjál már egy kicsit, miért működtek nekik a dolgok? Mert kiléptek a komfortzónájukból. Miért? Az az asszony, akinek szelencéje volt, tudod, amit az olaj, vagy kenetnek, amit összetört Jézuson a halála előtt. Nem Jézuson. Jézusra öntötte a kenetet. De hát egy csomó embernek volt ilyen kenete. És mégis csak az az egy asszony tette ezt meg Jézussal. És azóta olvassák a Bibliába, hány emberről nem, hát aki 20-30 évvel ezelőtt élt, nem is ismerik az emberek, azokat az embereket, mert meghaltak, és ilyen az emberi élet, elássák az embernek a testét, ez ennyi volt. 20 év múlva azt se tudják, hogy élt az ember. De erről az asszonyról olvasol. Ez 2000 év telt el, és tudod, hogy volt egy ilyen asszony. A többiekről semmit nem tudsz. De erről tudsz. A vakemberről tudsz, aki kiabált. A századosról tudsz, hogy volt ott egy százados. Értitek, hogy az ember a hit cselekedeteivel a hitet meg kell harcolni. És gondoljátok el például a vérfolyásos asszony. Most róla, érted, mondjuk róla olvasunk a Bibliában. De ez az asszony nem tudta, majd 2000 évvel én utánam is fognak rólam olvasni. Ő benne kialakult egy erős meggyőződés, hogy eddig ezt csináltam, most hallottam Jézusról, most másképp fogom csinálni a dolgokat. Kimozdulok a komfortzónámból. Másképp fogok csinálni valamit. Nézzétek meg, hogy itt a földi életben, társadalmilag is a vállalkozók előrébb jutnak, most bocs, hogy ezt mondom, hogyha nem vagy vállalkozó, nem azért mondtam ezt, de a vállalkozók, a cégeket, akik alapítanak, előrébb jutnak anyagilag, mint azok, akik alkalmazottak. Mert kilépnek a komfortzónájukból, és ezzel a kilépéssel végül is ez a hitnek a cselekedete is. Az alkalmazott meg azt mondja, hogy én biztonságban érzem magam, mindig ezt csináltam 20-25 éve, reggel elmegyek a munkahelyre, este befejezem a munkát, fixen megkapom ezt az összeget, néha még adnak fizetésemelést is, és ez biztos. Igen, biztos. Amennyire biztos. De a vállalkozó nem így gondolkodik. A vállalkozó kilép. Most nem azt mondtam, hogy ha most kisebb rendűségi érzés, ne jöjjön rád, mert alkalmazott vagy, és holnap bemész, és megmondod a főnöködnek, hogy ennyi volt. Hanem ez létre kell jönnie egy meggyőződésnek, hogy belül viszi arra fele az embert, Istennek, tehát belül érzi a hite, a meggyőződése, bátorsága viszi előre. Nekem is volt ilyen az életemben. Ez olyan, mint amikor kilép az ember a csónakra. Úgy az ember úgy érzi magát, mint Péter, amikor azt mondta, Uram, csak szólj, és jövök. És akkor azt mondja az Úr, gyere. És akkor az ember néz, hogy most el kell indulnom. És mi van, hogyha nem sikerül? És ezért kell az Isten szavát, tehát hogy befogadni, tehát úgy értem, hogy a Szent Szellem vezetésére figyelni, mert hogyha az ő vezetésében van, akkor sikerülni fog. Még ha átmenetileg úgy néz ki a helyzet, hogy nem fog sikerülni,
akkor is sikerülni fog, ha kitartasz. De az ember kilép a komfortzónájából. Az ember kilép abból, ahogy szokott zajlani és működni a dolgok. Nézd meg a vérfolyásos asszonyt. Azt mondja, megyek oda Jézushoz. Hát a kornak, a mózesi törvény alapján oda se mehetett volna. Kiabálnia kellett volna, hogy tisztátalan. Nem is tudta volna megtenni, de ez az asszony mégis azt mondta, nem azt mondta, hogy ezt megcsinálom, és 2000 év múlva is olvasni fognak rólam. Tehát ők nem ezt mondták, hanem ő meg volt győződve mélyen, őt nem érdekelte, fognak rólam olvasni, vagy nem olvasnak, fognak-e ismerni engem, vagy nem ismernek. Én most átveszem, és nem érdekel, nincs olyan akadály, ami akadályozna azt, hogy én átvegyem az Úrnak a dolgát. Ez egy harc. Ez a szívben is egy harc, az elmében is egy harc, ez harc a cselekedetek szintjén is. Elbátortalanodnak az emberek, sokszor a vállalkozók is elbátortalanodnak, bizonytalanná válnak, csináljam, nem csináljam, belevágjak, ne vágjak bele. Ez a hitnek, ilyen a hitnek a harca is, hogy gyötrődik az ember belül. És azt mondja Júdás, hogy azon vagyok, hogy írjak nektek, hogy ilyen harcos mentalitásotok legyen, mert az Úr erős harcos. És azt mondja, hogy ti is harcoljatok a hitért, amely egyszer a szenteknek oda lett adva. Mit jelent az? Az, hogy hiszel most, az egy dolog. De az, hogy 5 év múlva is hiszel, és milyen lesz a hited, az harc. Az, hogy végigcsináld, az harc. Az, hogy beálltál a pályára, és elindultál a startvonalról, utána jön a harc. Utána lehet, hogy megtapasztalsz, hogy vajon egy bukvenc. Rosszul léptél. A YouTube-on lehet látni egy lány, átugrik a gáton, de beakad a lába a vizes gát tetején, és rossz, nem akkor átugrott, és utána csurig vizesen jön ki a félméteres vízből. És van ilyen. Az embernek elmegy közbe a kedve. Most mit csináljak? Hogy csináljam? Érdemes ezt folytatni? Csináljam ezt? Erre azt mondja Júdás, csináld. Mely jutalma van a te hitednek? Azért csinálj, hogy harcold meg a hitnek a szép harcát. És azt mondja, hogy tusakodjál a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Miért? Mert el akarja venni az ördög. És tudod, mikor fog ez meglátszódni? Nem akkor, amikor minden jól megy, hanem mindig akkor látszik meg, amikor nem megy jól a dolog. És akkor derül ki, hogy igazából mi van benned? Hogy állnak benned a dolgok? Hogy áll a gondolkozásmódod, a szíved hogy áll? És ott derülnek ki, hogy igazából mi volt addig az emberbe? Ott derül ki, hogy mit hordtál addig belül. Mi végződött el addig. És ezzel az, ami benned van, azzal át tudod-e törni azt a problémát, kitartasz-e a végéig, vagy pedig közben feladod. Volt egy történet, a Kenneth Hagin írja egyik könyvébe, hogy egy 83 éves néniért, úgy hívták, hogy Nagyi, vagy így szólították a gyülekezetbe, Nagyi rákos lett, daganatos lett. És elment a kedve az élettől is, a kezelések, meg mindenféle dolgok. És bementek hozzá a Kenneth Hagin feleségével, és beszélgettek vele, és elfogadta a Nagyi, hogy ő elmegy. És Kenneth Hagin győzködte, hogy Nagyi, hát oké, ha el akarsz menni, menjél, de ne így. Isten igéje azt mondja, hogy nem kell így elmenni. És képzeljétek el, hogy sok-sok tehát hitharc után egy héten többször is ment imádkozni érte,
több hetente eljött a gyülekezetbe, alig tudta végigülni, úgy ülte végig, úgy volt, hogy azt hitték, hogy meghalt, tudod, alkalom közben. De mégis, tehát ahogy teltek a hetek, hónapok, fél év eltelt, tehát amiután kijött a kórházból, és akkor is még ott volt ez az egész, és képzeljétek el, hogy egyik alkalmon rááradt a gyógyító kenet. És felállt egy dicséret közbe, elkezdett táncolni, és letáncolta magáról a betegséget. Ezért jó az a dicséret. Tudjátok, van az, hogy táncolj, mert itt a rossznak vége. Táncolj, mert itt... hogy táncolsz? Érted? Amikor énekelsz, hiszed-e azt, amit énekelsz? Azt, amit dicséred az Urat, és szólsz, mert ott lehet, ott helyben meg tudsz gyógyulni. Nem kell, hogy valaki... Mert nézd meg, most ki gyógyít igazából? Nem az Isten? Nem emberek gyógyítanak, az Isten gyógyít. És ezért az Isten pedig hogy gyógyít? Nem gyógyszert fog neked lepottyantani az égből, nem? Nem gyógyszeres micsodák hullanak le, dobozok, hogy na ez a te betegségedre való, az a te betegségedre, az a másiknak a betegségre. Nem, Isten nem így gyógyít. Isten hit által gyógyít. A hit, ami benned van. Ha hiszel, minden lehetséges annak, aki hisz. Ha nem hiszel, bármit csinálsz, úgy sem működik. Bárki ráteheti a kezét, bármit csinálhatsz, az nem fog működni. Csak hitből. Viszont a hit, az meg nem kell kivárni, nem mondhatod az, ha, oda megyek, és akkor megérintem. Ha ide jön a Georgis, ide jön valaki más, rám teszi a kezét, és akkor meggyógyulok. Nem. Amikor te azt mondod, amit mondott a százados, csak szólj egy szót, kezd el a prédikációt, és mire befejezed, meggyógyultam. Hányan ülnek? Így kéne beülni. Érted? Ez a századosnak a hite. Hogy kezd el a prédikációt, mire befejezett, tuti biztos átvettem, és az enyém a gyógyulás. Így kell. Ezért mondja, tusakodj a hitért, amely egyszer a szenteknek át lett adva. Ez működik. És azt mondja utána a Judás apostol, belopockodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, akik az Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják. Hát ez szörnyű, hogy Istennek a kegyelmét, van, aki azt mondja, hogy bármit csinálsz, bármilyen bűnt csinálhatsz, ez már meg van bocsájtva, ez már, tehát nem tudsz kimozdulni a megigazultságodból. Hát a kegyelem nem azért adta Isten a kegyelmet, hogy bele ragadjál a bűnbe. A kegyelem az azért van, hogy ki gyere a bűnből. Oké? Okay. Tehát ezért jó a kegyelem, hogy ki gyere a bűnből. És persze, én hiszek, hiszek abba, hogy az Úrnak a kegyelme, ahogy énekeltük is, hogy az egekig ér, a felhőkig ér. Tehát nagyon nagy kegyelme van Istennek. De ezt a kegyelemmel ne szórakozzunk. És azt mondja itt, hogy ötödik verszak, emlékeztetni akarnak, ugye honnan jöttünk ide a korintusi levélből, nézd meg, emlékeztetni akarlak újjászületett hívőknek új szövetségben, azt mondja Judás, emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, mikor a népet Egyiptom földjéből kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette. Hogy lesz ebből örömüzenet? Elvesztette, azt mondja. Elvesztette. Akik nem hittek.
Hallod? Azt mondja, nektek akarom írni a hívőknek, azt mondja, tusakodjatok a hitért, mert van olyan, hogy nem hisznek. Tehát elkezdik hittel, és a végén eljutnak oda, hogy nem hisznek. Kíváncsiak vagytok erre a folyamatra? Hogy lehet eljutni egy hívő? Hogy tud eljutni a hívőségből oda, hogy már nem hisz? Persze ő azt fogja mondani a fejével, hogy hisz. És ha megkérdezett tőle, akkor azt fogja mondani, hogy ő hisz. De a hit, az a valóság nincs meg benne, csak az elméjében. Ezt onnan lehet tudni, hogy még azok is, akik gyakorolják a hitet, amikor mondjuk megtámadja egy betegség őket, és elkezdenek hinni Jézus Krisztusban, mert mondjuk már megtapasztalták Istennek a gyógyító kenetét, erejét, akkor az embernek automatikusan az jut eszébe, hogy ezen én már átmentem. Hát én már meggyógyultam valamilyen betegségből a hit által, vagy a hitet használva is. De ember, az, hogy meggyógyultál 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, vagy bármikor, az a hit most már nem hit. Az már nem a szívedben van, hanem a fejedben van. És az emlékek vannak benned. Tehát magyarán újra fel kell építeni. A hit az mindig most van. A hit az nem az volt, nem úgy van, hogy 5 évvel ezelőtt hittem. A működött 5 évvel ezelőtt. A hit az úgy van, hogy most működik. Most kell, hogy működjön. Most kell látnom, most kell tapasztalnom, most kell élnem azt, amit olvasok a Bibliában. Ez a hit. Az, amit az 5 évvel ezelőtti hited, az most már nem hit. Azt már nem tudod használni most. Ezért benne kell maradni a hitben, illetve vissza tudsz kerülni, ha újra a szívedbe töltöd be az Istennek a beszédeit. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből, hadd olvassam föl nektek, hogyan működött ez Izrael fiainál. Azt mondja, Mózes hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat, hallod? Akinek a háza mi vagyunk, figyelj, van egy ha. Hogy vagyunk mi az ő háza? Tudod, miért jó az, hogy a Szent Szellemnek a háza, ha vagyunk? Azt tudod, miért jó? Mert ahogy te is az otthonodat észreveszed a hibákat, és elkezded javítani, ugyanúgy, ha te a Szent Szellemnek a háza vagy, észreveszi, hogy hoppá, ez a betegség, ez a tünet, ez a valami megjelent ebbe a házba. De hát ez az én házam. Én ezt nem hagyhatom így. Én nem hagyhatom így ezt az ember. Én lakok benne. Így áll hozzá az Úr. És azt mondja, mi vagyunk, azt mondja, ha a bizalmat, és itt eredetiben hit van. Tehát ha a hitet és a reménységnek a dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Mit mond ezzel? Azt mondja, figyelj ide, bármin mész is keresztül, bármit támadott meg téged, bármit hozott neked az ördög, a hitedet tartsd meg. Ahogy Péter apostolékról azt olvasod, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy vigyázz Péter, mert kikért titeket az ördög magának, hogy megrostáljon benneteket. És azt mondja, hogy én imádkoztam érted, és helyre fogsz állni. De azt mondja, megrostáljon titeket. Miért? Hogy a hitet, hogy elfogyatkozzon a hitük. Elfogyjon a hitük. Hú, milyen durva ez a hitnek a titkai, meg törvényszerűségei. Hogy van ilyen, hogy lehet növekedni a hitben,
és lehet tehát leamortizálni a hitet, és a próbáknak ez a lényege, hogy a sátán azért visz bele próbákba, próbahelyzetekben, eltereli az embernek a gondolatait, olyan érzéseket hoz létre, hogy a hite elfogyjon az embernek. És Jézus azt mondta, hogy én imádkoztam értetek, hogy ne fogjon el a hit belőletek. Ne fogjon el. Mert el tud fogyni. És nézd meg, itt ráadásul nem azt mondta, hogy tartsd meg a hitet, azt mondja, dicsekedj a hiteddel, és dicsekedj a reménységeddel. Ma a keresztények mit mondanak? Hát olyat nem mondjál ki, mert meghallja az ördög. Nehogy elkezdjél dicsekedni. Na az ördög meghallja, és támadás alá kerül az életed. Hát az életed amúgy is támadás alatt van. Hát ennél rosszabb, érted? Mi tud történni? Nem? De azt mondja Isten igéje, hogy tartsd meg a hitedet, és nem úgy tartsd meg, hanem azt mondja Isten igéje, hogy dicsekedj azzal a hittel. Dicsekedj. Te már dicsekedtél a hiteddel? Tudod, mit jelent az, hogy valaki dicsekszik a hitével? Például, amikor mondjuk tele vagy hiteltartozással, és meggyőződésed az, hogy ezt el fogja rendezni az Úr, akkor te dicsekszel, és azt mondod, ki lesz fizetve? Ezt ki fogom fizetni? Ezt idő előtt fogom kifizetni. És nem lesz tartozásom. Hallod? Milyen volt utoljára akkor, amikor még nem volt tartozásod? Emlékszel rá? Milyen érzés volt? Persze, hogy jó. De a dicsekvés ezt jelenti, hogy az ember dicsekszik azzal, ki fogom fizetni. Így tudod megtartani a hited. A reménységed. A reménység azt jelenti, hogy jót vársz. És azt mondod, hogy meggyógyulok. Akármi megyek keresztül, meggyógyulok. Meg fogom tapasztalni a gyógyulást. Be fog jönni az anyagi áttörés az életembe. Nem leszek ettől a mamon szolgája. Nem fogom ezért a mamont szolgálni. De azért, hogy mások azt mondják, hogy jaj, a mamon szolgája lesz. Mert nem figyel oda, hát most én te miattad nem fogok lemondani az anyagi jólétről, és az anyagi, az evangéliumnak abba, azzal a hatásába, hogy van ilyen, hogy anyagi áttörést elérhet az ember, és gazdagságot tud elérni az ember. Nem? Hát kinek akarunk megfelelni? Az Úrnak? Úgyis oda kerülünk, amikor meg oda kerülünk, az Úr azt fogja mondani, te figyelj, olyan lökött voltál, hogy a mások miatt lemondtál ezekről a dolgokról, és meg fogja neked mutatni az Úr kivetítőn. Mercedes, családi ház, emeletes. Meg egy csomó ilyen dolgot. Miért ne tudna mutatni? Most miért ne tudna, hogy ilyen legyen neked? Az, amit szeretnél belül. Hallod, az Úrba tudod, mi a jó? Hogy nem csak a szükségre levő dolgokat adja meg az Úr. Hallod, ez sok embernek, a szegénység szellemének, akik be vannak olyan hívők, akiket a szegénység szelleme van a fejükbe, ők azt hiszik, csak a szükségek. Higgyél benne. Aztán egyik napról a másikra élsz állandóan, mert csak a szükségek. De emberek, a Krisztusnak a megváltása az olyan, hogy nem csak a szükséged. Tudsz, érted? Amikor az ember benne van szükségekbe, akkor nem, tehát nehéz elgondolni azt, hogy várjunk már egy kicsit, van ilyen, hogy nem csak a szükségek vannak? Igen, van. És ha választanod kell, nem csak egy trabantod lehet,
Mert a szükség azt jelenti, hogy eljussál A helyről B helyre. A legszükségesebb egy Trabant. Vagy egy Suzuki. Most már Skodát nem mondok. Ez a legszükségesebb. De várjál, te, ha úgy akarod leérni a hívő életedet, hogy neked jó a Suzuki, akkor jó, semmi gond nincs. De ne akadjál ki rám. Meg rá. Hogyha más autóval megy az ember. Nem? És mi van akkor, ha nem szedán az az autó, hanem kupé? Nem? Miért ne lehetne? Miért? Isten az van, hogy a szedánt akarok neked adni, de kupét már nem. Fú, ez most sok embernél meg, érted? Tehát már nem tudja elgondolni. És megint azt mondja, hogy akkor a mammon szolgálja az ember. De hát ember, a szegénység szelleme annyira betakarta a fejed, hogy nem tudsz hinni és hitet gyakorolni. Azt mondja Isten igéje, dicsekedjél a hiteddel, és dicsekedjél a reménységeddel. Hogy van egy jó, tudod mit jelent azt, hogy reménység? Hogy jót várok. Hallod? Mikor volt ilyen utoljára, hogy jót vártál? Hogy jót várom, hogy az a helyzet az életemben, ez jóra fog fordulni. Ez át fog fordulni, és az a területe az életemnek áttörése lesz. És nem is akármilyen, nem csak épp hogy, hanem nagyon nagy áttöréssel tud munkálkodni. Ja, hogy nem így szokták. Hát Isten soha nem úgy csinálja, hogy szokták az emberek. Az embereknél van egy olyan, hogy szokott lenni, hogy szokott működni. Persze, így szokott működni. De Istennél valahogy addig, inkább mondjuk azt, addig működik így a dolog, amíg Isten bele nem nyúl abba. Amikor belenyúl, másképp működik. Vízkerességgel kapcsolatban, ugye majd szeretnék mondani a Vöröstenger, hát miért? Úgy szokott általában működni, hogy át akarsz menni a Dunának a másik oldalára, vagy a Tiszának a másik oldalára. Hogy odalépsz, és már megy szét. Ilyen nem szokott lenni. Ugye? Pedig nagyon szeretted volna. De ilyen nem szokott lenni. Addig, ameddig Isten aztán mondja, hogy fogd meg azt a botot ott, és csapj rá a vízre. És amikor rácsapsz, akkor másképp működnek a dolgok. Tehát látjátok, tusakodni kell a hitért, és ahogy itt mondja Isten igéje, dicsekedést végig erősen megtartjuk. Megtartjuk, meg kell tartani. Azért működik, azért fog működni, mert megtartjuk. Azt mondja utána, annak okáért, amint a Szent Szellem mondja. Tehát hol van az a pont, amikor a hit működni tud? Amikor a reménység nem csak az, hogy a reménység hal meg utoljára, és akkor vége. A reménység nem hal meg utoljára. A hit, a remény és a szeretet, ez még a halál után is van. Tehát a reménység nem hal meg utoljára. Annál hal meg utoljára a reménység, akinek emberi reménysége volt. De aki az igével kapcsolatos, a 7. verszak azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Miért? Mert az Isten igéje az, ami kijön, és az az ige fogja megváltoztatni a helyzetedet. Kapaszkodj bele az igébe. Kapaszkodj bele, hogy az Úr szóljon. Amit a százados mondott, szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Hogy belekapaszkodj abba, de utána, amikor belekapaszkodsz abba az igébe, akkor azt tartsd meg, és dicsekedj vele. Én el tudom képzelni, hogy a százados ment hazafele, és azt mondja, megvan, megvan, megvan. Azt mondta Jézus, hogy megvan a gyógyulása a szolgámnak. Ez már megvan. Tapasztalta? Nem.
Mármint odafele nem. Nem tudta, hogy most meggyógyult, nem gyógyult. Ő dicsekedett. Oda jöttek, el tudom képzelni, oda jöttek az emberei is. Mondták, te tényleg megvan? Meg. Tuti biztos. Meggyógyult az én szolgám. Mert Jézus azt mondta. Ennyi. Nem azért, mert tapasztalom, nem azért, mert érzem, nem azért, mert nem tudom mi, azért, mert Jézus ezt mondta. Tehát ma, ha az ő szavát halljátok, azt mondja, nehogy egy keménység jöjjön létre. Miért? Mert ez az ige az, ami szabadító az életedbe. Szabadulást ad az életedbe. Azt mondja, meg ne keményítsétek a szíveteket az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztába. Tudjátok, a hitnek mi a legnagyobb gátja? A keserűség. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy a keserűség meg tudja keményíteni a szívet. A szív az egy, tehát az embernek a benseje, a szíve, a lényege, ott állandóan zajlanak dolgok. És akkor bekerülnek az Isten magjai, ha jól működik az embernek a szíve, abból konkrét dolgok lesznek a fizikai világban. De ha nem jól működik a szíve az embernek, be van keményedve, akkor hiába veti bele a magot Isten, ha kemény, tehát úgy írja le a Biblia, hogy kemény a szív, akkor nem az lesz az eredménye. Nem az lesz a vége ennek az egésznek. Azt mondja, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában, a próba, tehát a kísértés napján. Minden ember életében próbák jönnek. Kinek kisebb, kinek nagyobb próbák vannak az életében. Ezt nem tudod kikerülni. Ez ennek a földi életnek a sajátossága, hogy próbák lesznek. De azt mondja, hogy a próbában viszont vigyázz, hogy nehogy keserűség legyen benned, nehogy keserűségbe kerüljön bele, tehát a szíved keserűségbe kerüljön a próba helyzetkor, mert nem tudod feldolgozni a próbádat az életedben. Mert ha a keserűség megjelenik, onnantól kezdve az embernek a hite veszélyben van. Életveszélyben van az ember. Ember, amikor keserűséget hordozol magadba, akkor azt írd fel nyugodtan, hogy életveszélyben vagy. Idő kérdése, hogy az ördög hogy tudja ezt a keserűséget még mélyebbre vinni, és teljesen a hitet. Tehát azt lehet mondani így fejből, hisz Istenbe valaki. De hogy lehet a hitet, működőképes hitet, hogy lehet megtartani? Ez a lényeg, hogy működjön. Sok ember hisz, de nem működik a hite. És azt mondja, vannak puszta időszakok az ember életében, és ha ilyen van neked az életedben, hogy a pusztában vagy, akkor vigyázz, hogy nehogy megkeményedjen a szíved, és alkalmatlanná váljon a hitre. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Az a legrosszabb, amikor az ember benne volt, látta, tudja, hogy miről van szó, és így kerül ki. Tehát így kerül a keserűség a szívébe, és ez a keserűség miatt felbomlik az emberbe a hit, és nem fog működni. Azt mondja, úgy, hogy megesküdtem haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Miről olvastunk a korintusi levélben? Hogy ezek példák. Példák. Mi miattunk példák, hogy velünk ne történjen ilyen. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve. Emberek, a hit pályája az nem az, hogy ráléptem, és akkor innentől kezdve végig, Hawaii, minden jó lesz, minden rendben lesz, a hit az adott alap. Nem, el lehet veszíteni.
És ezért mondja itt is, hogy vigyázz, ez keresztényeknek, újjászületett keresztényeknek írja le a Szent Szellem Pál apostolon keresztül, hogy vigyázz, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek, akárki, bárki itt közöttünk, bárki, ne legyen hitetlen, gonosz szíve. És tudod, hogy kik buknak el általában? Akik azt gondolják, velem ez úgysem történik meg. Na akkor vigyázz a legjobban. Vagyis akkor már nem fogsz vigyázni. Mert pont ez a lényege. Mi zajlódik ilyenkor? Tudod, van az a, amikor nagy feszültségű poznákon, vagy ilyen dobozokban ki van írva, vigyázz, 380 volt, életveszélyes. És valaki úgy viselkedik ott, hogy azt mondja, hát ez nem árt. Hát én már tudok mindent erről az egészről. Na gyere! Még amikor a VSM-be dolgoztam, még 88-ban, akkor szakmunkás tanulóként ugye az egy műanyaggyár gyár volt, a Fehérvári úton, Andor utcánál, ahol most az Egér út van, és az a lényeg, hárman osztálytársak, ugye, tehát ilyen ipari tanulóként tanultuk a szakmát, ugye, villanyszerelés, műszerész dolgok, és a többi. Na, és ugye ott ilyen nagy gépek voltak, három fázis, ilyen vastag, nem kábeleken ment a három fázis, hanem ilyen lemezeken, vagy mi, tehát ilyen három is színre le volt festve benne a nagy gépeknél. És mi bementünk javítani, és mondták, hogy hívják? Mondták, hogy le van áramtalani, ugye az első, azt kell megnézni. Hát ember, ne higgyél másnak, amikor az életedről van szó. Mondták, áramtalanítva van. És a barátom bekúszott a gépbe. Mindent ott javítgatott, csináltad, már áramtalanítva van. És ott mászkált ebbe a három ilyen vastag lemezek között. Halott kijött onnan, és mondtuk, hogy akkor kapcsoljuk be a gépet. Kiderült, be volt kapcsolva. Hallod, csak egy kicsit hozzáért volna, ott szénné égett volna. És itt pontosan erről van szó, hogy az, aki felelőtlen a hitnek a dolgaiba, és azt hiszi, hogy ez játék, hát azt hiszi, hogy hát bűnök, mi a bűn, meg ilyen, meg olyan, hát ember, azt mondja, vigyázz, el lehet veszíteni az embernek, bármelyikünknek tud hitetlen, gonosz szíve lenni. És az ott indul el az ember, hogy nincs benne Isten félelem, hanem azt mondja, hát nekem mindent szabad, meg kegyelem alatt vagyunk. Lehet. Eddig az volt a szerencsét, hogy nem értél hozzá ahhoz a három fázishoz, szellemi fázishoz. Ilyen hozzáállással. De ha nagyon kísérted az Urat, és hozzáérsz egyszer, akkor meglátod, hogy semmi nem fog maradni az emberből. Mert ezek valós, tehát ezek nagyon komoly dolgok. Ha Jézus valaki, tehát ha neki meg kellett halnia, akkor itt nagyon komoly dolgokról van szó. Ha az Isten fia emberré lett, és meg kellett halnia, vagyis másképp nem lehetett volna ezt megoldani. Vagyis nem lehetett megoldani. Akkor itt nagyon komoly dolgokról van szó. Akkor nem csak játszadozzuk azt, hogy Isten tiszteletre járok, meg azt, hogy igét hallgatok, meg azt tehát ez nem úgy működik, hogy hát csak így, ahogy a fel... Van egy ötletem az igéről, hogy mit mond. Hát persze, ötletei magadnak, aztán magad látod a kárát annak. Ezek komoly dolgok. És azt mondja, vigyázz, hogy nehogy az legyen a vége, hogy az élő Istentől elszakadjon valaki. Ott van Démász például, nem? Ismeritek Pál apostolnak a
szolgáló csapatában volt egy nagyon tehát intelligens fiatalember Athénból, és nagyon nagy kvalifitása volt, és nagyon nagy jövője lehetett volna. És nézd meg, el tud szakadni egy ilyen ember is az élő Istentől. Az Isten félelem az hasznos. Az nagyon hasznos. Az embert ott tartja. Az ördög meg mindig ki akarja ugrasztani az embert a helyéről. És azt mondja, hogy azt mondja a 13. verszak, incsétek egymást minden napon. Hát ez Pál apostol ezt mondja, incsétek egymást. Minden szó, hogy vigyázz, vigyázz, vigyázz. Ez most nagyon durva. De látod, onnan kezdtem el a vízkerességgel kapcsolatban, hogy eljutottak emberek oda, hogy ott maradt, ahol... Ezek nem úgy jöttek ki Egyiptom földjéről. Halleluja! Kijövünk Egyiptomból, és meghalunk a pusztában. Ezek nem így jöttek ki. Nem ezt mondták a Vörös-tengeren, amikor jöttek át, hogy halleluja, itt most már mindennek, minden áttörés lesz, csak győzelmet, győzelemre tapasztalunk meg. Nem. Hanem ezeknek az embereknek fel kellett fogniuk, hogy jön a puszta. Minden kereszténynek az életében jön puszta. És az a kérdés, hogy azt a pusztát hogy dolgozott föl? Milyenné válik a szíved? Mi lesz a szívedbe? Mert az el fogja dönteni utána, hogy a hit hogy fog működni benned. Persze könnyű hallgatni olyan embereket, vagy olvasni olyan embereknek a könyveit, mint például a Kenneth Hagin-nek, aki persze őt is most támadják, érted? De könnyű úgy olvasni, de ez ilyen egyszerűen működik, nagyon egyszerű. Csak tarts ki, csak maradj ott, és amit olvasol. Igen, úgymond egyszerű. De viszont a mi érzelmeinket, gondolatainkat kell kordába tartanunk, és azt mondani, hogy akkor is itt megállok ezen a helyen, nem fogok megkeseredni. Hát, Kenneth Hagin is átment olyan dolgokon, szolgálatok alatt ment ide-oda szolgálni, csak még egyet hadd mondjak el aztán mindjárt. Csak mert nagyon érdekes, mert azt hiszük, elolvassuk a könyveit, és azt mondjuk, de jó, ilyen hit. Tudod, mi ment keresztül? Elment valahová feleségével, akkor nem az volt, hogy valahol elhelyezték őket szállásra, meg ilyenek. Akkor beköltöztek annak a vezetőnek a házába, és ott aludtak. De viszont az a vezető, akihez mentek, ott hagyta nekik a házat. Úgy, hogy semmi kaját nem hagyott ott. És napokig éheztek. És ott volt benne, hogy felnyomja milyen régió vezetőnél felhívja. És már nyúl a telefon után, és ez napokig zajlott, úgyhogy közben éhes volt végig a feleségével, és mentek szolgálni egy nap kétszer abba a gyülekezetbe. Meg se kérdezték tőle, hogy éhes van vagy nem. És nem nyomta föl, képzeld el, azt mondja, hogy ő nem csinál ilyet. Ha veszik az ember, akkor ne ő legyen a buktájának az oka. Ilyen ember volt. Jellem is kell a hithez. A hit nem csak arról szól, hogy hozzáférsz az Isten dolgaihoz, hanem jellemet kell kiépítened a hithez, mert jellem nélkül nem fog menni. És az ember nem vett revansot, bosszút. Volt, amikor ilyen kitakarítottak egy malacollat, és oda rakták be. És nem csinált belőle ügyet. Nyilván háborgott belül, meg érted, így ment oda-vissza a konfliktus benne, de nem engedte meg, hogy a testi természete előtörjön. És a testi természete átvegye az uralmat.
Mert van olyan, hogy el kell szenvedni a pusztádat, el kell szenvedni a sérelmeket, el kell szenvedni sebeket. Ez hozzá tartozik. De azt mondja Isten igéje, dicsekedjél. Volt egy olyan film, ami ilyen egy kicsit komédiásabb, az volt a címe, hogy Halálos fegyver. Biztos láttátok egy páran, Mel Gibsonnal. És volt egy olyan jelenet, hogy állandóan azzal dicsekedtek, tudod, hogy milyen sebek vannak. És mondták, az semmi, ezt figyeld. Fel volt, az semmi, ezt figyeld. Tudod, fel volt. Az semmi, tudod, a fejem hogy hívják. Na jó, tehát érted, hogy érted, tanulj meg dicsekedni azzal. Ne keserűen lenni, hanem dicsekedj. Hát a te uradat is megverték, a te uraddal is hogy bántak, Jézus Krisztussal, mit csináltak vele. Hát te miért gondolod, ha az ő követője akarsz lenni, miért gondolod, hogy veled nem csinálhatják meg? Hát ha vele megcsinálták, akkor inkább dicsekedj azzal, követem a mestert. Így kell hozzáállni, és ettől jellemesebb leszel. Kialakul a jellem az emberbe. És a jellem, azt tudod, hogy milyen? Azt viszed az örökké valóságba. Lesznek emberek, akik nem változtattak a jellemükön, ott lesznek fönn, és amikor megdicsőülnek, azt mondják tapasztalni, most ki vagyok én? Mert az a jellem, az testi volt. És ott marad egy nagy üres nulla. És lesznek emberek, akik a jellem formáláson mentek át, és ők viszik magukkal a jellemet a mennybe. Fú, de nagy, nem? És azt mondja itt Isten igéje, incsétek egymást, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessen meg a bűnnek a csalárdsága által. Az, ahogy itt azon, hogy csalárdság, ez egy ilyen ravasz, tehát amikor más van feltüntetve neked, tehát mást látsz, mint amiről szól az egész. Becsap. Ez egy csapda. Ez azt mutatja, hogy a világ, a földi élet tele van csapdákkal, emberek. És így kell hozzáállnod, hogy ez most csapda, vagy nem csapda. És az, hogy közösségünk van egymással, az nem úgy van, hogy jaj, összevesztem a testvéremmel, jaj, nekem akkor nincs is szükségem gyülekezetre, nincs szükségem senkire, én már csalódtam a gyülekezetbe, én csalódtam a gyülekezet vezetőkbe, én csalódtam ebbe, csalódtam abba, hát ember. Tehát miért otthon? Mondod el, nem családban nőttél föl? A családodban nem volt konfliktus? Minimum egyszer a testvéreddel összevesztél. Vagy nem? Nem volt ilyen? Soha nem volt olyan? Most nem az egyke gyerekekről beszélek. Nagy családba, nem? Mindig van egy adok-kapok, ez az amaz, de egy család vagyunk, nem? Ide tartozunk. Ez a mi otthonunk, ez a mi családunk. Kicsit hangos, kicsit ilyen, kicsit olyan, de amilyen. Egy kicsit, hogy van az, tudod? Hogy? Egy kicsit sárga. Na jó, nem mondom, mert áthallásos lenne. És nem semmilyenre nem gondolok. De akkor is együtt vagyunk, és az, aki mondjuk, érted, csalódik, meg konfliktusa van egyik testvér a másikkal, és akkor mi van? Hát ilyen van. Hát ne vedd már véresen komolyra. Úgy felszívod magad, hogy nincs, aki kiszívja azt a felgyűlt méreganyagot. Legyél nagyvonalú ember. Miért Jézus? Hát még ő még a Golgotai kereszten, mielőtt, gondold el, már alig tud beszélni, alig tud levegőt venni, tudod, ahogy meghalt a kereszt halállal, ugye mindig egyre kevesebb és egyre kevesebb levegőt tudott venni. Hallod, még arra neki volt gondja, még az utolsó pillanatban, hogy legalább azt kimondja, mielőtt meghalt volna,
atyám, bocsásd meg nekik, mert ezek nem tudják, mit csinálnak. De miért kellett? Hagyta volna. Ha ő nem kellett volna ezzel foglalkoznia, nem? Kihagyhatta volna ezt a kereszten való beszédei közül, nem? Mondhatta volna, kit érdekel, hadd vesszen a férgese. Hadd vesszen a férgese. Hát mit akkor? Persze, kellett nekik keresztre feszítenük. Atyám. Tüzet. Ahogy illés. De nem ezt csinálta Jézus. Még úgy volt vele, még utolsó pillanataim vannak, még mielőtt még kimenne a szellemem belőlem, még gyorsan ezekért az emberekért hadd kérjem Isten bocsánatát. Hát ilyen Jézus. Hát ilyen a te urad. Hát ilyen a mi urunk, emberek. Ez a jellem. És ez kell nekünk is. A hitnek a pályán nem arról szól, ebbe gyakorlom a hitemet, lesz Mercedesem, egy kis Bentley is, egy kis BMW is, egy kis jacuzzi is, medence is jó, ha van. Azért szauna sem hiányozhat. Hogy edzőterem is. Mi még? Mit? Ja, helikopter, jó. És akkor, én vagyok a nagy hithős. Nem ez, emberek. Jellem. Hogy a próbákba, hogy állod ki a próbát. Mert lehet irigykedni emberekre, amikor látod, hogy Isten megáldja. De az az áldás, az azért jött, mert a próbákban, a pusztában, ahogy reagált abba a helyzetbe, hogy ott mit engedett meg magának, és mit nem? Hogy ott hogy ment át, a jelleme milyen? És ez az, ami áttörést ad. És aki meg nem akar hozzányúlni, még csak egy kicsit sem, de nézi, hogy a másik, milyen áldott. Hát ember, kezd el te is a jellemedet változtatni, formálni. Kezdj el a próba helyzetekben megmaradni, élve maradni, megúszni, egészségesnek maradni, mentálisan is, hogy a hülye gondolatok ne fészkeljék be magukat, a hülye érzések, Ne kössenek gúzsba, mint Sámsont. Mert itt nehéz, magunkkal nehéz harcolni. És ha ez el van rendezve belül az emberbe, ha el van rendezve a szíved, akkor már könnyű gyakorolni az Isten igéjét. Akkor könnyű meglátni az eredményét az Isten igéjének. Akkor nem csak az van, hogy miért nincs az, amit olvasok a Bibliában, hanem azt látod, hogy működik. Csak nekünk ki kéne mozdulni a komfortzónánkból, és ott kéne hagyni azt a jellemet, a rossz testi jellemet, ott kell hagynunk magunk mögött. Hogy ahogy szoktunk reagálni, amilyen döntéseket hozunk általában, azt ott hagyjuk magunk mögött. És csinálunk egy újat. És csinálunk egy új kezdetet az életünkbe. Hát ez a nehéz. És sokszor kérdezik az emberek, tudod, de hát miért nem változik a helyzetem? Tehát úgy embereknek az életem. Miért nincs változás? Csinálsz valamit másképp? Reagálsz valamit másképp? Próbáld meg, hogy az ige szerint reagáljál. De azt mondod, eltelt egy hét és nincs változás. Jó. Ha eltelik 5 év, az se baj, maradj meg. A mindvégig megőrzi, azt mondja Isten igéje, aki mindvégig megtartja, ez nem egy évről szól, nem fél évről, nem egy hétről, ez mindvégig, az egész életeden keresztül. És hogy van kitörés, hogy van áttörés az ember életében? Én azt nem tudom. De egy biztos, hogyha az emberben tényleg igazi hit van, az át fog törni az életedbe. Azt meg fogod tapasztalni,
hogy áttörik az az életedben. És azt mondom, csak... Hétkor akartam befejezni. És még el se jutottam a vízkerességhez. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Meg kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kik keseredtek meg? Akik Egyiptomból kijöttek. Hát azok nem azért hozta ki Isten, hogy megölje őket a pusztában. De mégis a keserűség miatt maradtak ott a pusztában. Nekik erről szólt a földi életük, emberek. Ez a legdurvább. A keserű embereknek erről szól a földi életük, hogy a pusztában rekednek. És ki akarnak onnan jönni, de nem tudnak, mert állandóan ugyanazon a hely körül forog az életük. Ugyanolyan, ugyanaz, ugyanaz, mindig ugyanaz, és ugyanaz. De az embernek el kell elő, amikor ilyenbe van az életed, ezt még elmondom, jó? Tehát csak annyi azért, hogy ha ilyenbe van az életed, hit által ki tudsz ebből jönni. Ez azt jelenti, hogy nem szabad, hogy az érdekeljen, hogy mit érzel, mit gondolsz. Érted? Tehát ezen azt értem, hogy akkor sem úgy fogok gondolkodni, ha ez a helyzet keserű, én nem keseredek meg. Ha azt akarja okozni ez a helyzet, hogy én úgy gondolkodjak, hogy én szegény vagyok, én nem vagyok hajlandó úgy gondolkozni, hogy szegény vagyok. Nem gondolok így magamra. Nem ezt látom, nem ezt a képet festem magam elé. Még akkor is, hogyha a májas konzervet eszed, akkor sem így gondolkozol magaddal kapcsolatban. Hanem azt tudni fogod, hogy van, lesz áttörés. Jön az áttörés. És este lefekszel a feleséged mellé, és megmondod neki, drágám, jön az áttörés. Nem keseredek meg, de jönne az, hogy kiakadjak. De nem akadok ki, hálát adok Istennek. Uram, dicsekszem! Dicsekszem a reménységemmel, a hitemmel, lesz áttörés. Lesz áttörés. Lesz áttörés. És meg fogod tapasztalni, hogy lesz áttörés. Csak ki kell bírni, mert közben megunod magadat, amíg nem történik semmi. Addig nézed, hogy olyan feleslegesen múlik az életidőd. De akkor is meg kell várnod, hogy jönni fog az áttörés. Nem múlik feleslegesen az életidőd. És azt mondja itt Isten igéje, tehát akik kijöttek Egyiptomból, kikre haragudott meg 40 esztendeig? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Tehát akik vétkeztek, kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be? Azt mondja, az engedetleneknek, látjuk is, nem mehettek be hitetlenség miatt. Emberek, ezek úgy jöttek ki, hogy látták Istennek minden csoda dolgát. 10 csapást látták. Látták Egyiptomban a 10 csapást. Látták a Vörös-tengert szétnyílni. És nézzek, mit olvasol? Kik haltak meg a pusztába? Akik hitetlenek lettek. Magyarán hiába élsz át csodákat, mégis hitetlenné tudsz válni, ha a próbákba megkeseredsz. Hú, de durva! Ez nagyon durva. De haladjunk, mindjárt még egyet hadd mondjak. Szellemi ital. Ugye azt mondja visszafele haladva a Korintusi levél, 4. verszak,
Mindnyájan egy szellemi italt ittak. Hallod? Ittak. Ittak. Nekünk is ez példa, nekünk is innunk kell. Azt mondja, a szellemi kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla a Krisztus volt. És a korintusi levélben csak két résszel arrébb megyünk, figyelj, velünk kapcsolatban mit olvasunk? Azt mondja, hiszen egy szellem által mi mindnyájan, és nem csak mi, hanem a Krisztus testébe, nem csak Cegléden, hanem mindenhol, egész Magyarországon, egész Európában, egész világon. Azt olvassuk, hogy egy szellem által mi mindnyájan egy testé keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár magyarok, akár romák, akár szolgák, akár szabadok. Figyelj, mit mond? Mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Mit mond itt? Hogy ahogy ők ittak, azt mondja Isten igéje, nekünk is innunk kell. Itattattunk meg. A Szent Szellemnek az ereje, kenete, személye, valósága, Isten itatni akar bennünket Szent Szellemmel. És azt mondja Isten igéje, nyisd szét a te szádat. Azt mondja a 81. Zsoltárba, 11. verszak. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged, Egyiptom földjéről. Figyelj, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. Tudjátok, mi a baj sok keresztényel? Hogy a szájuk így van. Isten mond egy ígéretet. Nyisd szét a szádat. Akkor fognak dolgok történni. Ugye általában Magyarországon ugye sok rabszolgasság miatt, meg ilyenek, az emberek nem. Teljesen szájzár van. És nem történik semmi. Miért? Mert szájzár van. Isten azt mondja, ne legyen szájzár. Nyisd szét a szádat. Nyisd szét. És ha szétnyitod a szádat, azt mondja Isten, kaptál egy ígéretet. Betöltöm azt. Mondd utánam, nyisd szét a szádat, és betöltöm azt. Hát ezt mondja Isten, nem? Nyisd szét a szádat, mondjad. De várjál, hittel mondjad, jó? Nyisd szét, ez Isten igéje. Ezt nem tudom, lehet-e hallani. Tehát ez Isten igéje, ezt nem én találtam, ez benne van a Bibliában. Azt mondja, maga Isten mondja, nyisd szét a szádat. És nézd meg, mi lesz ennek a következő. Én betöltöm azt. Ezt mondta Isten. Na most mondjad hittel. Nyisd szét a szám, és betöltöm azt. Most akkor egyes szám egyes személybe, figyelj. Szétnyitom a számat, és betölti azt. Hallod még egyszer? Szétnyitom a számat, és betölti azt. Na figyelj, most nyisd ki a szádat. A hit az megragadja, erről beszéltem, nem? Megragadja. Kinyitom a számat, betölti. Tuti biztos. Mert ő mondta, hát miért mondta volna, ha nem csinálná? Mondjad, szétnyitom a számat. Na mit fog csinálni Isten? Mit fog csinálni Isten, ha szétnyitod a szádat? És a korintusi levél mit mond? Mit akar csinálni Isten veled? Megitatni.
ittál már zárt szájjal? Hallod? Ittál már zárt szájjal? Szétnyitom a számot, és... Hát nyugodtan, mert itt gyülekezetben vagy, nem a munkahelyen vagy, nem színházba vagy, nem moziba vagy, nem fognak rád szólni, hogy szétnyitottad a szádat, és véletlenül Isten betöltötte azt. Ez a hit. A hit az mindig megragadja. Ahogy az asszony megragadta Jézus ruhájának a szegélyét. Azt mondja, oda megyek, megérintem, és meggyógyulok. Kinyitod a szádat, betölt. Na most nyisd ki a szádat, ne otthon. Otthon könnyű. Tehát itattattunk meg. Ez volt a 10. verszaknak a 4. verszaka, és akkor most röviden, ugye, mert vízkerességre is sor fog kerülni. Mi legyen az Úr vacsorával? A 3. verszak meg azt mondja, hogy mindnyájan egy szellemi eledelt ettek. Ettek, ittak is, és ettek is. Látod, nem csak ettek, hanem ittak. Nem csak ittak, hanem ettek. Tehát enned is kell, meg innod is kell. Azt mondja Jézus, hogy az atyának minden, ugye a sátán, amikor megkísértette, minden beszédével él az ember, ami Isten szájából kijön. Mindennel. Nyisd ki a szádat. Ne, van, aki nem hiszi el. Ül. Azt mondom, mire várjak most? Ez a hit, meg kell ragadnod. Ez olyan, mint a nyelveken szólásnál. Tudod, azt hiszik az emberek, hogy produkálniuk kell valamit. Mondom nekik, tudod, ráteszem a kezem, szólaljál meg nyelveken. Jó. Ima, tudod. Ha, most mit mondja? Hát ember, csak beszélj. Ez a hit. Kinyitod a szádat, és beszélsz. Nem olyan nagy só ez az egész. Vagyis nagy só? Tehát azért azt, hogy a mennyből, tehát a Jézus Krisztus, a megdicső Krisztus alá merít Szent Szellembe. Azért az nagyon jó. Tehát az. És gondolj, akár egy egész gyülekezete egy pillanat alatt alá tud meríteni az Úr. Most is egy pillanat alatt alá tud meríteni.